Kulturális központ lesz a Maros-Szentgyörgyi Mária fikastély. Az önkormányzat aláírta az Európai Uniós finanszírozású szerződést. Jelentősen megrongálódott az elmúlt időszakban a Maros-Szentgyörgyi Mária fikastély, amelyet a II. Világháború után hatalomra jutó kommunista rendszer idején államosítottak. A család örökösei visszaigényelték az ingatlant, majd a Maros-Szentgyörgyi önkormányzatnak adták el. Tavaly decemberben a Maros megyei nagyközség Európai Uniós pénzalapokra pályázott, ebből tervezik felújítani a kastélyt. Az önkormányzat 500 ezer eurós támogatást nyert el, a szerződést már aláírta Sófalvi Szabolcs polgármester. Az egyik fő célja az lesz, hogy turisztikai szempontból ugyanazt a képet adjuk vissza, ahogyan kinézett a Mária fi kastély, és vonzata legyen. Egy kis borpincét is szeretnénk ott elhelyezni, berendezni. Azért, hogy a turisták, vagy azok a személyek, akik jönnek akár a Sósfürdőre gyógyulni, vagy kikapcsolódni, be tudják foglalni a napi programjukba azt, hogy a Mária fi kastélyt meglátogassák, de egyúttal egy program ajándékot is kapjanak. A műszaki terv már elkészült, festészeti kiállításokat, koncerteket, de könyvtár és etnográfiai múzeum létesítését is tervezik a kastélyban. A munkálatokra még idén kírja a közbeszerzést az önkormányzat, és amennyiben nincsenek óvások, a kivitelezés már jövő év tavaszán elkezdődhet.